I was making some nice cash, and there was never a dull moment. I handled things like inventory management, balancing the books, labor negotiations, and, janitorial services. Hey, somebody's got to do it. That particular day, for everybody else, it was Thursday. For me, it's the day I got fucked. Na, sziasztok! Úgyhogy igen, most elkezdjük a Jimmy Story-t Mafia 2-ből. Meglátjuk, hogy hát most divatsz. Valaki dugja már ki a fejét. Igen, tudjuk, pontot kapunk azért, ha valakit megölünk. Fejesért még több pontot. Hát ezt nem hiszem el. Jó. Oké. Többet kapok, hogyha többet lövök, igen, és az idő, minél hamarabb befejezem, annál jobb. Jó. Legalább a harmadikat nem bénáztam el. Ez ilyen. Még milyen játszik egy FPS játék, ha valaki, aki nem jó FPS játékban. Csak, mert szereti! Hát, hogy béna valamiben, attól még szereti csinálni. És húzzunk! Upsi! Hello! Vigadjatok! Na most a teljességhez hozzátartozik az, hogy a játékot, legalábbis ezt a részét, mert a játékot minimumon játszottam. De ezt easing kezdtem el, mert itt az a baj, hogyha egy küldetést elrontok, akkor sokkal nehezebb ugyanoda visszaállítani az egészet, mint ahol volt. De nem tudom ugyanúgy megcsinálni, mint ahogy például a játékban is volt olyan, hogy na jó, akkor mindjárt itt vagyok, és akkor ezen a részen majd megint találkozunk. Mert úgyis teljesen más, hogy alakul mind a kettő, úgyis teljesen más, hogy csinálom mindegy, a következő részben is. Ezért inkább úgy döntöttem, hogy legyen egy picit több HP-m. Meg legyen egy icipicit könnyebb a játék. Nem tudom, hogy mennyivel könnyebb amúgy. Mert ezt a négy szerencsétlent sokkal gyorsabban meg tudom ölni másabb körülmények között. Most nem tudom, miért nem ment. Egyszerűen belassultam, vagy nem is tudom. Ugye láttam, hogy ott a feje, de valahogy úgy nem adott parancsot az ujjamnak a kezem, vagy az agyam, hogy lőni kéne, köcs. Lőni kéne. Na. Jövünk, leadjuk a küldetést. Meglátjuk, mert hogyha nagyon könnyű lesz, akkor inkább állítok rajta. Vagy valamit csinálok vele. Igen, itt megismerjük a főnököt. Ő a főnökünk jelenleg. Loud and clear. Megkapták a üzenetet. Now don't go disappearing on me, Jimmy. I got another job for you soon. Nem sokára lesz új munkánk. Ne tűnj el. Nem tűnök.
annyival másabb, hogy itt a difficulty level 50% pluszt kapsz. Tehát ez ilyen azt hiszem 10-valahány ezer a total score, hogyha ha jól csinálom meg. Ennyi. Nem akarok nagyon versenyezni senkivel, csak végig akarom játszani. Hello, az kell. Az nem kell. Menjetek. Hadd menjen rendőr bácsi is. Az kell. Állj meg. Akkor ne állj meg. Hadd ide. Hello, ne törd össze! Nem úgy volt, hogy civilekért nem kapok pénzt? Vagy ez olyan volt, akit... Vagy pontot? Vagy ez olyan volt, akit... Meg kellett volna alapból is szeretgetni? Jó, nézzünk egy olyat. Először... azért, hogy... De, Rozika, most miért szórakozol a térképpel? Hadd húzza... anyám. Ja, oda megyünk. Így. Kösz. Utána megjövünk ide-vissza ehhez. Ami itt van. Csak... Alapból... Az a fegyverbolttól nem messze fog véget érni az a küldetés. És... Ez az. És ezt úgy akarom megcsinálni... Hát éppen, hogy csak elfértünk. Na. Pacikat szépen visszafogod? Tehát úgy akarom megcsinálni, hogy elmegyünk, feltankolunk fegyverekből, meg mindenből. És ahhoz egy másik küldetést be kell fejezni, és ez aránylag egyszerű. Csak arra kell vigyáznunk, hogy menjen az autó. Lefért! Ez az. Vigyi! Szóval először elmegyünk, elvisszük az autót. Utána... Abból kapunk, hát ha jól csinálom, akkor 5000-et, úgy emlékszem. Aztán abból megyünk fel, veszünk fegyvereket, utána lejövünk, és megcsináljuk ezt a küldetést. Annak pedig el kellett volna férnie. A fenébe. Nyé. Continue. Start. Vigyük el a autót. Vigyük el a autót. Mehetek egyenesen. Akkor hogy ne? Bocs.
Hadd előzzelek már meg. Ne! Ops, itt volt. A fenébe. Mennyire vagy szar állapotban? Akkor inkább állok ide egy másik autóval. Ott van egy másik. Ez még kibírja... Várja? Nem, mindegy, majd a következőne. Jó, akkor... Le! Itt még arra is figyelni kell ennél a küldetésnél, hogyha lehet, akkor ne törjük fel az autót, hanem... Gyertek nekem, mert robbanok. Na, add vissza az egeret. Már az első kanyarban el akarok szállni. Tehát, hogy ne törjem be az ablakot, hanem törjem fel az autót, mert mivel hogy minden sérülés, levonás lesz a végső pénzemből. Az úgy milyen már. Ne, az apád. Lapát kasza! Jaj. Csúszik. Na, gyerünk. Most legalább működik, most nem jönnek ki elém. Hello. Anyádat, azt! Rendőr, visszajössz, neked megyek. Együtt robbanunk fel, rohagyj meg. Koncentrálj. Minél kevesebbet törsz rajta, annál jobb. Ja, hogy nem kellett volna még lejönni. De ennek a túloldalára kell vinni, lehet, hogy lett volna másik lejáró. Mindegy. Itt felmegyünk, és ott van balra a lerakó. Nem tudom, mindig itt jöttem, csak azért. Köszönöm. Élet. Annyi élet. Lehetett volna gyorsabban, de hogy? Tehát kellett rohanni az egész pályán. Na mindegy. Jó, ezt elvisszük. Nos, megyünk fegyverért. Kedvencünkhöz, Harryhez. Na most hirtelen nem emlékszem még, mindegy, olyat is csinálunk majd. Mi van a térképpel? Ja, nem érdekel. De nekem egyszerűbb lenne a másik irányba fordulni, Rozika. Erre tervez már újra. Kösz. Van. Wow.
Onnan? Gyere akkor. Tényleg ebben a fütyikék között nem veszik észre, hogy gyorsan megyek? Az előzőben nagyon sok fütyike volt. Hiányolom őket. Majd mindjárt megyünk. Chinatownba. Ott majd lesz elég, amikor robbangatni kell, meg egyebek. Mindig jönnek a rendőrök. Gyere! Nagyon gyorsan megyek, hogy észre se veszi a rendőr, hogy gyorsan megyek. Vagy már egyből azt mondja a társának, hogy hagyjad, ezt nem szabad mennünk utána. Köszi! Hagyd úgy se érik utol! Úgy van, hát fékezz be előttem, hülye! Meggyűjtem! Anyu, én vagyok, ha engedjél be! Jöttem ebédre! It's Jimmy. Come on in. Kicsit dohányos hangja van anyunak, de... na. Meg bajszos. Elje. Toljad. It's a submachine gun. What more do you need? Minden. Minden jó. Like my mom always said, you can never have too much ammo. Így van. Like my mom always said, you can never have too much ammo. An excellent weapon. Így van. Like my mom always said, you can never have too much ammo. Be is vásároltunk. Jaj, nem ezt kell nyomkodni. Open the door. Az az ajtó megmozdult. Nem. Ebből nem vértek vagy két dobozza? Nem kéne visszajárni, a kocsi ettőjában el lenne. Én olyan kár leszek a csém. Hallod? Fél évvel ezelőtt is ezt a valamit lapátoltad. Neked is jókor jut eszedbe, hogy futni kellene. Most nem is értem, hogy miért futsz. Ade. Nice! Na, toljuk neki egy kicsit meg. Betöljed. Miért balra? Miért a másik sávba? Hülye állat. Nem mennek, mint a hülyék. Ez csak azért van. Én dudáltam! Ilyet? Mindegy, hogy is ki akarom dobni. Oda egy gyors, de fedett autó kellene. Mondjuk a Houston annyira nem rossz. Most egy kettő áll belőle, az nem jó.
következő körben lopunk valamit. Stopp! Kell a kocsit. Hát ha az autó elé szaladsz, még biztos is lesz benne. Jaj, segítség, meg akarlak ölni? Na, hogy akarlak? Azt nem az én sportom. Vagy ha hülye vagy, és a kocsi elé ugrasz, elgázollak, persze. Amúgy ez a kocsi tök jól megy, ez tetszik. Ezt lehet, hogy viszünk egyet ilyen saját felhasználásra, bár mondjuk azt sem tudom, hogy itt hol van a házunk, vagy van-e egyáltalán. Vagy ez ugyanúgy működik, mint a Mafia Freeride Extreme, hogy csinálod, aztán kész. Bár ez úgy tűnik nekem, mintha a kettőnek a keveréke lenne. Tehát, hogy freeride-ozhatsz, azt csinálsz, amit akarsz a játékon belül. De amúgy meg vannak benne küldetések, mint az extrémben. Adj le. Come on, baby, let's see what you got. Ne! Te lőd szét! Hallod? Higgadj már! Higgadja! Ebből rohadt gyorsan fogy a lőszer. No, please, stay away. Ez nem tudom mi volt, de jól jártam vele. Ups, bocsi. Öcsőre, megyünk majd ezután újra tankolunk. Jönnek a csincsangok, akkor jó vagyok. Az a baj, hogy kinn is van egy rendőr. De elvileg... Megvárjuk.
Egy. Akkor már most mehetek. Lava! Megyünk, lelüljük a másik bótot. Mondjuk pont a legrosszabb így, mert most tele van az egész város rendőrökkel. És innen átjönnek egy pillanat alatt oda. Fussatok, fussatok oda! Kutika, te is menjél már! Uhú! Éppen kijötte. Aurazi, hát most ezt így megkevered nekem? Bocsi! Befér! Az a baj, ebből az irányból még az életben nem jöttem. Azaz, várjál, most rájuk mennek a rendőrök. Lűdözésért. Nekünk csak el kell bújni. Nem. Ez meg! Az a nyárdat szaladgálsz. Egy megvan. Get ready to eat bullet, asshole! Na mi van? Oda benne már jó helyen vagyok. De kint vagyok szar helyen, mert itt látnak mi... Valaki? Akar... Ez kéne. Egy bomba, gránát robbanás nem visz szét semmit. Mi a szar gránátot adtál nekem félszemű? Hát azon lennék, hogy menjek a safe zone-ba, csak így elég nehéz lesz, hogy magamra rántottam egy jó pár rendőrt. Meg a csincsangok is itt vannak. Egy új autó. De egy visszük ezt, mind mindjárt megjavítjuk, hogy is kapunk egy csomó pénzt. Wow. Hihi. Hihi. Húzz előlem. Megmondom őszintén, érezhetően könnyebb volt amúgy a játék. Jó, nem lett szép, meg nem lett jó, meg nem lett faszapontom, nem ez a lényeg, hogy megcsináltam. De az előző, az, amikor próbáltam médiumon, akkor ez volt a legnagyobb probléma, hogy... Tehát az volt a probléma, hogy állandóan meghaltam. Tehát, hogy ezt itt, ez az utolsó rész nem ment le ilyen szépen, mint most. Valószínűleg több HP-m is van. Meg én úgy olvastam, hogy kevesebb HP-t vesztek egy lövéssel, ha úgy lőnek meg,
meg kevesebb igen. Oké. Okay. Le van a saját házam. Tök jó. Nos, tehát körött járunk, hogy ezt elvisszük. Először is fel kellene tuningolnunk. A 4700-on. És ebben az utcában van is egy tuning shop. Tuningolja a fene, ott a másik. Ugye ez ugyanaz? Szerintem ugyanaz, csak más színű. Nem színű. Csak a rendőr, nem akarok vele itt szórakozni. Szia bácsi, végignézted, hogy ellopom a saját autómat? Ez az enyém, csak nem, elvesztettem a kulcsot. Most viszem el... Ajaj. Ezt legalább így nem kell annyira megjavítani. How's it going? Dim, de jó hangja van amúgy. How can I help you? Körülbelül a másik az 340 lett volna, olyan szépen össze volt már törve. De. Are you looking for a new set of wheels? Persze! Szín marad. Ez ki ez a gumi? Az nem érdekel. Here you go. Pick it up. Marad. Jaj. Change the color to legalize you your can car. Any color you like. Take your pick. Várjál, lehet, hogy fordítunk a színen. Ez lesz. Ez. Igen. És akkor a másodlagos, meg mondjuk legyen. Így. Vagy. Ha. Legyen ez a világos. Ne! Most jön a vicces része. Supercharge-oljuk. Nem. Nem. Csináltunk belőle egy sleepert. Kívülről nem látszik, hogy fel van húzva. A menet közben menni fog, mint a állat. Hey, welcome. Nem sokáig jutottam, már nincs lámpám. Kéne még egy. Something I can do for you? Thanks a lot. Én is. Köszi. Közel jött a fa. Bocs. Mostanában ilyen hülye falak vannak ideépítve, hogy mászkálnak. Bemászott elém. Ne haragudj. Ó, anyám. Látnám, hogy merre van az utca. Fordítsd már meg a kamerát, légy szites sóka. Na, így. Szóval, meg vagyunk a első küldetése. De tudom mozgatni a térképet egérre. Ja, hogy ez úgy kell csinálni, aha. Szóval meg kell csinálnom azt is. De azt úgy fogjuk megcsinálni, nem tudom, hogy mi ez a küldetés, basszus. Megyünk fel
Jó, hát itt már meg tudok fordulni. Ott lent volt nehéz. Jövök. Most senki nem fordul sehová, megállt mindenki egy helyben, hát én megyek akkor. Mindig annak van elsőbsége, aki gyorsabban mozdul. Holnap meg majd jönnek elvenni a jogsimat, mert ilyeneket mondok. Hallod, még fel se jöttem a feljárón, köcsög. Toljad utánam. Bocs. Megcsúszott. Már letoljuk. Mindjárt. Nem kell nekünk lámpa. Sötétben is látunk. Tudunk közlekedni sötéten is. Ne cikázzál már! Állj meg egy helyben! Woohoo! Bocs! Megjöttünk. Anyu, kész a húsleves? Jöttem. Húsleves? Azban nem lőttünk ki semmit. Ez nem jó. Ez jó. Ez az én játék. Mondom, amit lát, lát garázzálkodni. Én jöttem húslevesért. Leva, kéne megint lőszer. I got all the guns you'll ever need. Like my mom always said, you can never have too much ammo. Fogadjunk, hogy kilépek. 150 lőszer. Így van. Ki kell mennem a üdös boltodból, az meg. Újra kell töltenem mindent. Like my mom always said, you can never have too much ammo. Here you go. Don't hurt yourself. Like my mom always said, you can never have too much. Ó, oh, francok nem működik eszkre. Minden játékban megoldották. Na csak lőszert vettem az előzőnél, nem lettem number one, csak most... Ez tele van. Ez tele van. Ez tele van. Ezt újra kell tölteni. És vissza kell menni lőszerért. Igen, mert mindenből csak a tárat töltöttük meg, magát a fegyvert nem. Majd de szeretlek téged, játék. Jövök! Én! It's Jimmy. Kösz! Rossz volt a húsleves. Csak
azért jöttem vissza. Megmondjam. Nya. Menjünk, nézzük meg, mi az az utolsó küldetés. Ez meg. Ez, ja, hogy ez jelzi, hogy mit csináltam meg? Igen, jó. Akkor ez jön. Lace, úgy. Bow. Az nem tetszett, hogy ott villant a háttérben a valami. Az a baj, hogy attól, hogy a játéknak egy másik részét játszom, a játék motorja még ugyanaz, úgyhogy ebben előfordulhat ugyanúgy, hogy képhiba lesz. Mindegy, amúgy nem nagyon izgat. Jaj. Jó, megdobtuk őket. Hát az rossz irányba fordult már megint. Nem működik a dudám, úgy látszik elég hangosan. Woohoo! Pa-pa-pa, da-pa-pa. Pa-da-pa-pa-pa-pa-pa. Igen? Mi gondolod, főnök? Minden nap beléd megy valaki így. Akkor jó van. Azt mondta az előbb, hogy minden nap ugyanaz a... dolog történik. Nem akartam csúnyán mondani. De várjál, mert... tök jó, hogyha itt lemegyünk. Ott el tudunk menni arra. Tata! Vezetek! Csend legyen! És itt a bolt. Nem alzol. Megjavítsuk a kocsit. No. Nem úgy. Menjél már innen kifelé. Én is, kösz. Szép lett. Lát, mint új korábban. Mertünk tovább. Adj vissza a képet. Azért, hogy nehogy véletlenül túlszáguldozzak rajta. Bum. Most te hülye vagy. A legkomolyan körbe vittél azért, mert másik irányba álltam. Állj meg. Ezen a hídon nem is kellett volna átjönni.
Ahogy az édesanyjádat azt. Ja, hozzál már ide. Na, ha eddig elhoztál, legalább vigyél le. Lehet, hogy jobb lett volna, ha megnézem a térképet, merre kell menni, és elmegyek arra. Két utcával lejjebb kellett volna lemenni. De megbíztam a GPS-ben. Upsi. Nem emlékszem, hogy ez milyen fajta küldetés. Minden autót ki kell... ...csinálnunk. Egy, kettő. Jaj, csak kettő van? Akkor... Ez menni fog. Jaj, ezt tudom, itt most... Elugrabugrándozzál? Félek. Szerintem ez meg fog bántani minket. Itt úgy rémlik. Hájj be! Szállj be! Hippi! De te jöttél belém, hát most miért én vagyok az, akit meg akarsz büntetni? Én csak közlekedtem. Yeah, nice. Neked is ilyen szép kocsid van, mint nekem, mi? Hát ez... Minden volt, csak nem király. Ennek hol a tankja? Nem már! Na jó, megpróbálom.
De már volt még egy gránátom! Nem szaladgálsz. Na végre. Elég nagy káoszt csináltunk itt. Jó anyám! Összesen sikerült egy headshotot, meg egy explosion killt csinálni. A fenébe. Na jó. Elmegyünk, átöltözünk. Az itt van szembe. Oda. Nem jelölöm be, csak beülünk az autóba. És kihúzunk a rendőrök közül. Így. Szállj meg ki. Hol a bejárat? Ne. Gyorsan. If you like what you see, let me know. Mit tudom én, adjál valamit. Tök mindegy. Legyen... Öltözünk valami szépnek. Mondjuk mit tudom én, legyen olyan piros. Az jó. Jó, hogy ezt akarják. Jó, hát akkor veszünk kéket. Nem mindegy. Negyedik pirosban voltunk? Á, akkor más. Kösz, néni. Hey, pal, do you mind? Tudod, mi ez? No. Hát bolondok vagytok ti rendőrök. Jaj. Opszi. Lőnek majd ránk. Nos. Hazamegyünk ide, mert itt meg tudom javítatni az autót a garázsban. Nem rossz amúgy az autó. Mi van a garázsunkban?
Ja, hogy itt vannak. Ó, hé, ezt visszük következőbe majd. Itt van az összes autó, meg az, amit most hoztam. Ilyet miért kaptam? Mindenkinek van ilyenje. Ez nem speckó. Nos. Open the door. Most legalább az ágyunk normális. Állj meg. Ja, itt nem így tudok menteni. Nem ott. Save! Igen, el szeretném menteni. Szóval, találkozunk a következő részben, folytatjuk a küldetéseket. Úgy tudom, hogy most kaptunk újakat a térképen. Igen, itt is van. Nem, menj már onnan. Hát ilyen nincs. Szóval, van megint egy autólopás. Ha. Olisz. Nagyon jó. Van ez. Itt is valószínű, ez megint ugyanolyan lesz, hogy valamit meg kell csinálkolni, meg lesz egy ugyanolyan robbantós. Tehát, hogy egy következő körben újra Harrynél kezdünk, és akkor utána megyünk. Hát a robbantósat kellene először megcsinálni, és akkor utána megyünk a többire. Vagy megint kezdjük az autóssal, az elvileg jó nagy pénzeket ad. Na mindegy, majd ezt kitalálom még addig. Addig is vigyázzatok magatokra. Lájkoljatok. Mondjátok el a véleményeteket hozzászólásban. És iratkozzatok fel, ha még nem iratkoztatok. Találkozunk a következő részben. Sziasztok!